Ezek a korabeli felvételek 1938-ban készültek, amikor Magyarország szervezte meg az Eucharisztikus Kongresszust. Ez a katolikus egyház világméretű eseménysorozata, mely óriási tömegeket von szerte a világból, és természetesen a szervező országból is. Erre a világeseményre utazott egy szekszárdi fiatalember, az apjától kapott kulacsal a tarsójában. A kulacsot Németh Lajos, egy fazekas família utolsó a mesterséget űző tagja készítette. A családról kevés adatunk van, az egykori bejegyzések szerint egy 1736-os C-jegyzék tartalmazza Németh György, Németh Lajos korai ősének a nevét. Hogy ezt követően folyamatosan valamennyi generáció űzte a mesterséget, arról nincs adatunk, de azt biztosan tudjuk, hogy utolsó művelőjeként Németh Lajos működött. Egyébként megjegyzem, hogy ő sem már főállásban, hanem a vízügyben vállalva munkát, Steig István műhelyében dolgozott sokáig. Tevékenységét 1955-ben a Népművészet mestere címmel is elismerték. Az egyik specialitása volt a mesternek a csizma alakú kerámia, aminek egy darabját még a mai napig is őrzi a család. A mi múzeumunkban sajnos kevés kerámiáját találhatjuk meg. A kulacs az elmúlt évben került be a múzeum újkortörténeti gyűjteményébe. Lánya ajándékozta az intézményünknek. Azért választottuk szeptember hónap műtárgyának éppen ezt a korsót, mert aktualitását az adta volna, hogy ebben az évben rendezett volna Magyarország második alkalommal Eucharisztikus Világkongresszust. Sajnos, mint sok más rendezvényt, a járványhelyzet ezt is elmosta. Korsót Németh Lajos fia számára készítette, aki cserkészként vett részt ezen a rendezvényen. Abban az időben számos ilyen kulacs volt forgalomban, a mintázata pedig jellegzetesen Szekszárd környékére utal. Szőlő ugye Szekszárdot jelképezendő, nyilván azért került pincei, vagy a másik oldalára egy pincébe üldögélő párt látunk, körbe pedig a szőlő leveleket, illetve a szőlő fürtöket, ami itt is megismétlődik. A kulacs önmagában nem nagy jelentőségű, ám az esemény, amelyre emlékeztet, meghatározó. A Trianon utáni Magyarországnak egyik legjelentősebb eseménye volt. Előzményként meg kell említenünk, hogy 1930-ban rendezte meg Magyarország a Szent Imre emlékévet, első királyunk fia halálának 900. évfordulóját ünnepelte ekkor az ország, és ez egy annyira jól sikerült, nagyszabású rendezvény volt, hogy megerősítette ez az akkori bíboros herceg prímás érseket, Serédi Justiniánt abba, hogy pályázza meg Magyarország az Eucharisztikus Kongresszus megrendezését. Valóban komoly diplomáciai sikert jelentett, hogy ezt a rendezvényt ide lehetett hozni. Egyébként érdekességként megjegyzem, hogy ugye a háború előtti évben járunk, és a Szentszék és Németország viszonyát nagyon jól kifejezte, hogy Németország, illetve Ausztria nem vett részt ezen az eseményen. A méreteket jól tükrözik a számok. Összesen 27 országból érkeztek ide zarándokok, illetve magasrangú egyházi, vagy köztük magasrangú egyházi emberek. Sorukba feltétlenül meg kell említeni Paceli bíboros pápai legátust, a későbbi 12. Pius pápát is, és a résztvevők száma összesen 330 ezer belföldi, és körülbelül 50 ezer külföldi vett részt ezen az eseményen. Kettő szent évet hirdettek erre az időszakra, az egyik az ugye az Eucharisztia, a másik pedig Szent István halálának 900. évfordulója. A fontos volt, hogy
ez ne csak Budapest ünnepe legyen, hanem minél nagyobb a vidéki, minél nagyobb részen a vidéki Magyarország is részt vegyen ebben. Ennek érdekében külön vonatokat indítottak. Tolna megyéből is 3 alkalommal Szekszárdot érintően 3 ilyen zarándokvonat indult. Tudni nem tudjuk, de feltételezzük, hogy ifjú Németh Lajos is ezek egyikével érkezett Budapestre.